No kérem, néhány hallgatói üzenet bemelegítésről, például Bora írja, hogy a Bajcsin a nyugati téri felüljáró felé trafiznak, illetőleg a Véda csak 15 méter távolságban rögzít a rendszámot, ebből a szögből nem lát be a kocsiba, így az önfelismerés csak kamuduma, főleg ha még a napellenzőt is lehajtod, írja az otya. Úgyhogy jöhet még közlekedés és egyéb információ 0-30-20-10-9-0-9-re. Na de akkor közelebb jöttünk-e az euró bevezetéshez? Mégis kinek jó, ezt tesszük fel a kérdéseket a vonal túlsó végén. Pogácsa Zoltán közgazdás. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Először is hogy napirendre került megint ez az euró bevezetés így hirtelen a semmiből? Én azt gondolom, hogy a Macron beszéd kapcsán került ez megint napirendre. Úgy megpendítette ezt az egy és két sebességű Európa dilemmát megint, és azok, akik számára az eurozónás csatlakozás ez egy identitás kérdés, és nem annyira egy közgazdasági kérdés, azok most egy kicsit azt gondolom, hogy berezeltek, hogy Magyarország az kívül marad, és a második körben, a második sebességben marad. Meg Brüsszelből is érkeztek olyan jelzések, hogy esetleg fenyegetőzés helyett, hogy tartsuk be a játékszabályokat, esetleg lehetne egyezkedni, hogy ha bevezetnénk az eurót, akkor barátságosabb lenne a viszony. Tehát nem tudom, ennek van-e jelentősége? Hát én azt gondolom, tehát ez az első, amit le kell szögezni, hogy az eurózóna az egy közgazdasági kérdés alapvetően, és csak másodlagosan identitás kérdés. Én megértem azokat, akik a mai Magyarországon minél szorosabbra akarják fűzni a viszonyt az Európai Unióval, és ebben valami fajta garanciákat igyekeznek keresni, de én azt gondolom, hogy attól, hogy mondjuk Szlovákia vagy Litvánia bevezette az eurózónát, attól semmilyen értelemben nem lettek centrumországok, attól, hogy Svédország és Dánia nem vezette be, attól nem estek ki a fontos országok köréből, és hát mondjuk az olaszoknak, vagy a görögöknek, vagy a ciprusiaknak kifejezetten rosszat tett. Az olaszoknak mondjuk az egyfőre jutó GDP-je ma alacsonyabb, mint az eurózóna bevezetése előtt. Tehát szerintem azok a típusú ilyen identitás keresések, hogy az eurózónától valaki magország lesz egyébként, meg nem, ezek szerintem teljesen tévúton járnak. Tehát az unió részéről, hogyha van ilyen, az egy érthető kezdeményezés, hogy mindenki, hát ha már a szerződésben is elvileg kötelezettséget vállalt a belépéskor, akkor ezt vezesse be, illetve ez egy módszer úgymond a renitenseknek a megrendszabályozására, hogy akkor becsaklizni a lengyeleket meg a magyarokat per pillanat, ezért is... Az eurónak mindig is volt egy ilyen politikai célja, tehát a 90-es évek óta folyamatosan az, hogy ennyi országot betuszkoltak, többek között olyan országokat is, akiknek nem kellett volna benn lennie, az mindig is egy politikai projekt volt, de most már van egy jó 15 éves tapasztalat a hátunk mögött, vagy még hosszabb, hogyha mondjuk 98 óta nézzük, amióta nem mondjuk számlapénzként és nem készpénzként bevezették, akkor egy két évtizedes tapasztalat azért van a hátunk mögött, és azért ez nem teljesen pozitív a perifériális országok számára, tehát legyen az Írország, vagy Dél-Európa, vagy Szlovénia, vagy a balti államok, de még Finnország is kifejezetten rosszul jártak az euróval, és én azt gondolom, hogy a között a két szélsőséges álláspont között, hogy egyáltalán ne vezessük be, amit egyébként szerződésesen nem is tehetünk meg, mert amikor beléptünk, akkor elvállaltuk, hogy majd egyszer, vagy legalábbis törekszünk arra, hogy bevezessük. Tehát az egyik szélsőséges álláspont, hogy eurót, de azonnal, a második pedig az, hogy soha ne vezessük be. Én azt gondolom, hogy a kettő között létezik egy olyan álláspont, ami Magyarország számára a legjobb lenne, ez pedig az, hogyha rögzítenénk a forintot az euróhoz, ahogy azt mondjuk a dánok meg a svédek tették, ezzel minden előnyét magunknak betudnánk, tehát a stabilitási előnyöket a piac azonnal értékelné, hogy megvannak Magyarország esetében, viszont megadnánk magunknak a lehetőséget arra, hogy leértékeljünk, hogyha kell, és kivonnánk magunkat hazalól a megszorításokra épülő külső kondicionalitás alól, ami nagyon sok országnak ártott az elmúlt időszakban. Ez mivel több, hogyha elvileg a lehetőség ott van, és a piac bármikor elkezdhet spekulálni egy leértékelésre vagy fölértékelésre, tehát ez mivel jobb mondjuk a szabad lebegésnél, mi a fő különbség?
Hát én azt gondolom, hogy ugye, ha tehát hogyha rögzítés az akkor hiteles, hogyha tényleg képesek vagyunk megvédeni, tehát hogy nyilván ehhez az kell, hogy a magyar gazdaság az amúgy is olyan stabilitást mutasson, de hát ugye ahhoz, hogy egyáltalán belépjünk az előszobájába az eurózónának, majd konkrétan az eurózónába, ahhoz is fel kell mutatni ezt a típusú stabilitást, tehát az az ország képes amúgy is gazdaságilag egy valuta unióba belépni, ami ezt a stabilitást felmutatja. Tehát hitelesnek kell lennünk abban a tekintetben, hogy stabilan tudjuk tartani az árfolyamunkat az euróval szemben, de fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy leértékeljünk, nem sűrűn, tehát nyilvánvalóan egy gazdaság ne attól legyen versenyképes, hogy túlságosan sokszor leértékel, nyilvánvalóan gazdaságszerkezeti termelékenységi okokból legyen versenyképes, de a közgazdaság története az, hogy a gazdaság története azt mutatja, hogy nem volt sikeres felzárkózás időnkénti leértékelés nélkül. Tehát legyen az a távol-keleti országok vagy Skandinávia, minden sikeres felzárkózás időről időre leértékelt, és hogyha mondjuk az elmúlt 10 évben a dél-európai országok képesek lettek volna leértékelni, akkor meg tudták volna magukat menekíteni az úgynevezett belső leértékeléstől, ami meg ugye a béreknek a drasztikus csökkentését jelentett. Akkor egyetértesz Csányi Sándorral, hogy a végén Magyarország is csatlakozik majd az eurozónához a többiekkel együtt? Igaz, biztos vagyok benne, hogy a lehető legutolsó pillanatban lépünk majd be, ezt mondta a Bloombergnek nem is olyan régen az OTP első embere. Hát én nem tudom, hogy ezt milyen megfontolásból mondta, ugye mondható olyan megfontolásból is, hogy a gazdaság teljesítménye nem lesz erre elégséges. Ha abból a megfontolásból mondta, amiből én gondolkodok, hogy várjunk a belépéssel, tehát hogy rögzítsük magunkat a zónához, minden előnyét élvezzük, stabilitási előnyét, de legyünk óvatosak, és csak akkor vezessük be ténylegesen, amikor hosszabb távon azért bizonyított ez az eurózóna a perifériá számára, és akkor ez egy egész más logika. Uh-huh. Jó, ha mégis hamarabb lépnénk valamilyen oknál fogva, akár azért, mert Brüsszel kikényszeríti, akár azért, mert megijedünk valamitől, ugye volt erre is példa az elmúlt években, az milyen következményekkel járhat az átlag ember számára? Mert a szlovákok nem voltak boldogok a bevezetés utáni néhány évben, erről jöttek újsághírek szép számmal. Hát pedig éppen a szlovákoknak lehetett volna egyébként boldogságuk az eurozónában, mert ők voltak az egyetlen ország, akit valójában nem tett tönkre az eurozóna, az pedig azért volt, mert ők már a válság idején léptek be. Tehát azok a típusú hátrányok, amik a kamat, rossz kamat szint által fújt eszközárbuborékból és hasonló másokból sújtották a, mondjuk a szlovéneket vagy a déleurópaiakat, az pont a szlovákokat nem sújtotta már, tehát egyedül ők nem jártak igazán rosszul az euróval. Azok a típusú mítoszok, amik itt terjengenek, hogy óriási lett volna az infláció, az egyszerűen nem igaz. Tehát azok úgy terjednek el, ez ilyen típusú tévhitek, hogy mondjuk mit tudom én a kávét, mondjuk egy eszpresszónak az árát, hogyha 90 centnek megfelelő szlovák koronáról átkonvertálják, és mondjuk fölkerekítik 1 euróra, akkor azt érzékelik az emberek, hogy abból a valamiből, amiből minden reggel megisznak egyet, van egy 10%-os infláció, de hogyha a teljes inflációt nézzük, tehát az egész gazdaság inflációját abban az időszakban, amikor ezek az országok beléptek az eurozónába, akkor nincsen semmifajta kiemelkedő megugrás az inflációban. Tehát ha erre gondoltál, akkor ilyenektől nem kell félni. Előnye tud lenni a hétköznapi ember számára az, hogy nincsen átváltási költség, főleg akkor, hogyha mondjuk kereskedik az az illető, és mondjuk cége van, és exportál, importál, akkor az átváltási költségek megszűnnek, az árfolyam kockázat megszűnik, de ugye az árfolyam kockázat amúgy se volt túlságosan nagy, tehát mondjuk a forintnak az euróhoz képesti volatilitása az elmúlt években az minimális volt, tehát valahol, mit tudom én, 303 és 313 között ingadozik a forint már jó ideje, tehát azt nem lehet mondani, hogy valami nagyon kiszámíthatatlan lenne az árfolyam. Igazából az átváltási költség azt hiszem a fő előny, de ha ezzel szembe állítjuk azokat a gazdaságpolitikai problémákat, amik az eurozónában adódtak, és a brüsszeli külső megszorításokra alapuló kondicionalitást, akkor azt gondolom, hogy könnyen elveszíthetünk sokkal többet a nagy gazdaságpolitikai problémákkal, mint amit ezen a mikroszinten megnyer egy vállalkozó. Uh-huh.
Jó, köszönjük szépen, tisztában látunk az euró bevezetése ügyében is. Jó munkát, szervusz, minden jó. Sziasztok, szépen. Pogácsa Zoltán közgazdásszal lamentáltunk egy kicsit azon, hogy euró vagy nem euró, ez itt a kérdés. Egy kicsit később euró, ez volt a válasz.